Макарон Москвабл. A Jom Kippur kezdete előtt megkaptam a megtiszteltetést és magasrendű állapotot, hogy mondjak egy pár szót, hogy hozzáadjak egy pár szót, mielőtt visszarepülök Moszkvába, vagy Oroszországba, mondja Szergej Makaron. Ez a 14. Jom Kippurom Bnei Barukban. És böjtöm, mondja. Hogyha azt mondták volna nekem egy órával ezelőtt, hogy hibát követtünk el, és még egy évig böjtönünk kell, vagy még egy napig, boldogan folytatnám a böjtöt. És megkérdezte magamtól, akkor mi változott, miért volt ez könnyebb? Bár én egy csodálatos személy vagyok, de nem váltam semmivel fiatalabbá, vagy okosabbá. Tehát mi változott? Valószínűleg valami más történt velem, ami azt okozta, hogy ezt a 25 órás böjtöt könnyedén csináltam mindenfajta kaja vagy ital nélkül. És ez lényegében az, amit a Rav említett, hogy mi mindannyian az egész világcsoport, hogyha mi egyesülünk és együtt csinálunk, akkor... Мы должны им помочь, и мы надеемся, что в книге сегодня записали раскрытие Творца в этом году. És Bala Szulám és az összes nagyok mondták, hogy meg kell tennünk, ami rajtunk múlik ebben az évben, hogy megtegyük, amire képesek vagyunk, és hogyha együtt tesszük, akkor mindenre képesek leszünk. Lechaim, és most iszom a tiszteletetekre, én lehet, hogy nem kiabálhatok a repülőn, de itt kiabálok Lechaim Ravnak, Lechaim a csoportnak, Lechaim a teremtőnek. Tehát ez volt Szergej Makaron, ez egyik legnagyobb anyagi támogatója a Bnei Baruchnak, a TV csatorna az ő pénzéből készült, és a házba gyakorlatilag három ember adott bele abba a 13 millióba, ha jól emlékszem, amiért a házat vettük, és ő volt az egyik legnagyobb hozzájáruló két másik mágnással együtt. Tehát ez volt Szergej Makaron. Thank you.
Haim, tehát ugye ez egyszerre a bőjtbefejezési vacsora, és ugyancsak Balázs Szulám halálozásának az évfordulója. Tehát mind Rabas, mind Balázs Szulám a szent ünnepek körül halálozott el. Barátaink és szeretettek. Nagyon nehéz kifejezni szavakban, hogy hogyan is, hova is jutottunk el, hol is kezdtük fejlődésünket, hogy milyen kezdetekkel, hogy honnan is indultunk, mondja Sasha, hogy milyen finom kezdésekkel, amikor elkezdtük Rav lakásán, ugye Sasha volt Rav egyik legelső tanítványa, amikor a Kabbala bölcseletét tanultuk Ravtól. És most, hogy mindannyian eljutunk annak felhasználásához, amit Balázs Szulám ránk hagyott, amit felkészített számunkra, hogy elkezdjük ezt a gyakorlatban felhasználni, és tanárunk Rav pedig a legalkalmasabb módon ezt átadja nekünk, hogy ezt elfogadhassuk, és hogy ezt végrehajtassuk. Most már egyszerűen csak meg kell halljuk, amit Ravtól halljunk, és a teremtő segítségével, hogy azt mondják, hogy ezt meghalljuk, és képesek legyünk végrehajtani a teremtő segítségével. Tehát ez volt Sasha. Drága barátaink, szeretett drága Ravunk, mi megkaptuk a lehetőséget, amely visszafordíthatatlan. Ahogy mi most kiérdemeltük, hogy egy gyors úton kimenjünk, és mindannyian az összes erőnkkel kimenjünk. Nem tudom, Rav, hogyan csináltad ezt, nem tudom, hogyan hoztad ebbe az egész világot, de hogyan voltál képes ezt a módszert átadni a hatalmas szíveddel, amelyet mi nem is vagyunk képesek megfelelően értékelni, hiszen mindent átadsz nekünk, és szükségünk van ugyanezen a módon magunkat átadni, hogy egyszerűen átadjuk magunkat az utolsó cseppig, hogy a Ravtól példát vegyünk, hogy meghalljuk őt, és megtegyünk mindent, amit ő mond, mert ő átadja nekünk az utat, Balázs Szulám és Rabás módszerét, az összes kabal és az egész kabalista láncolat módszerét, és nincs más lehetőségünk, hogy megtegyük, mint hogy magunkat átadjuk, hogy mindent magunkhoz vegyünk a kezünkbe, a szívünkbe, és azt minden alá betegyük, ami csak történik, hogy menjük és 100%-ig átadjuk magunkat, és akkor Rav szíve átlép hozzánk, mivel nincs más módunk, csak is ez az egyetlen mód. És Ofer, barátaim, én elképzelem magam számára, hogyha Balázs Szulám most velünk lenne az Eilati villában, nagyon boldog lenne, hogy Eilatban terjesztünk, mivel mi egy tökéletes üvegházban vagyunk ott. Attól a pillanattól kezdve, amikor felkelünk, addig, ameddig el nem alszunk, egyfolytában együtt vagyunk, mindenki együtt, együtt eszünk, együtt iszunk, együtt készülünk, együtt tervezzük az egész életünket közösen, és a desszert számára este még kimehetünk, hogy terjesztessük a Kabbala bölcseletét együttesen. Mi mást kérhet a személy életében? És az összes barátok mostantól a végső korrekcióig, a Gömár Tikunig, ez bele kell, hogy vésődjön a szívünkben, hogy egyetlen dolog, amit szeretni akarunk mondani, amit mondani akarunk a közösségnek, az, hogy a Teremtő szereti őket mindenfajta módokon, a szavakon túl, a szavak mögött, de ezt akarjuk átadni, hogy egy olyan közösség vagyunk, amely arra odaadóan azt teszi, hogy szeretetben élünk egymás fele, és ez a mi legfontosabb munkánk, a barátok szeretet. Ez a legnagyobb harcunk, és ez a lehetőség, az összes lehetőség és ajándék közül, amit megkaptunk, hogy köszönetet mondjunk, hogy valóban áldás mondjunk a szívünkben. Nem kell tapsolni, de hogy mindenki a szívén belül köszönetet mondjér hatalmas Ravunknak, aki nem a mi Ravunk, hanem ő a világ vezetője. Ő az, aki átadja a bölcsességet, nem nekünk reggel, hanem átadja nekünk, hogy mi azt átadhassuk az egész világnak. Tehát csak taps nélkül. Mindennyien értékeljük ezt a nagyságot, hogy kivel vagyunk együtt minden egyes nap, ki az, aki ezt átadja nekünk, Lechaim Bnei Baruch, ezt tapsoljuk meg, Lechaim Bnei Baruch, hogy óriási köszönetet, áldást mondjunk azért, hogy velünk van egy élő kabalista, aki mindet át. Rav,
Én csak egy különleges lehajmot szeretnék mondani, mondja Rav, a Nakas családnak, Josie Nakasnak és Ofer Nakasnak, akik nélkül ugye Angliában is a Daily Telegraphban is beleírtunk, vagy a Jewish Telegraphban, tehát a cikkek megjelennek. Egy gyönyörű cikket írt rólunk, tehát Lehaim Josie Nakasnak, tehát ha jól értem, vagy a Jewish Telegraph, vagy a Daily Telegraphban jelent meg egy cikk a Vnei Baruchból Angliában. Josie írt a cikket. És különleges Lehaim Aviu Sofernek, aki nélkül ma akinek a segítségével az Idiot újságban, Petek Tikvában, tehát Aviu is írt valamit egy helyi újságban, Petek Tikvai Idiot, nem Idióta, hanem Idiot című újságban, tehát egyre jelennek meg a cikkek. Elkezdtük a világ jó értelembe vett meghódítását, emberek, Lehaim. És nagy Lehaim nektek is, mert látom, hogy ez otthon is történik. Hatalmas gratuláció. Drága barátaink, ma este a Balaszulemnek a Jortzájtja, halálozás évfordulója, és ahogy jöttem az étkezésre, én fiammal együtt utaztam, és beszélgettünk arról,
elmeséltem neki, hogy mit is ünneplünk, hogy mi az, amit megemlítünk ma este, és meséltem neki Balaszulámról, Balaszulám munkájáról, hogy ki is mit is tett, és arra gondoltam, hogy micsoda megtiszteltetés, micsoda jutalom ez, micsoda ajándék, hogy a 9 éves gyerekemnek beszélhetek Balaszulámról, már a 9 éves korában hallhat erről, együtt van velünk ebben a közösségben, él a barátaival együtt, ezen az úton halad együtt velünk, hallotta Balaszulám nevét, tudja, hogy mi Balaszulám, ki Balaszulám, és együtt vele, és az összes gyerekekkel együtt, az egész utolsó generációval együtt, a mi generációnkban, hogy ki érdemeltük ezt, hogy ebben lehetünk, nem mint amikor évekig kerestük ezt, és rábukkantunk, de ők már együtt vannak velünk, hogy egy ilyen érdemünk van, hogy a gyerekeink már fiatal kortól ebben részt vehetnek, hogy követhetik Balaszulám útját, Lehaim, hogy részesülhetnek ennek a közösségnek. Tehát mi azért jöttünk ide, hogy köszönetet mondjuk, Balaszulámnak, Rabasnak és Ravunknak, ezért a hatalmas közösségre, mely képessé tesz minket arra, hogy felnevelessük a gyerekeinket, hogy nevelessük az utolsó generációt, a kabbalisták utolsó generációját, akiken keresztül a gyakorlati fény behatolhat az egész világba. Megtettük ezt a megtiszteltetést, hogy mi nevelessük ezt az utolsó generációt, és hatalmas hálával és köszönettel telünk meg azért, hogy megkaptuk ezt a képességet, hogy a gyerekeket egy ilyen csodálatos közösségben nevelessünk, egy ilyen atmoszférában. Köszönjük ezért, köszönjük ezt a hatalmas, csodálatos közösséget, amit megkaptunk ajándékon. Következő. Igen, József pár hónapos korától kezdve jön a napi cikre, és most a Szabál napközibe járhat minden egyes nap édesanyjával, és nézheti a 66-os csatornát, tehát egyszerűen belemerülnek ebbe a szeretetbe, kapcsolatba, együttességbe, és a terjesztésben ugyancsak. Oké, még egy Lehaim, ja, kisbaba is mondott Lehaimot. Lehaim. Tehát a büszke apukák a gyerekeikkel a színpadon. Nézzétek, hányan vannak Moszkvában, mondja Röv.
Lehajm Moszkvának. Lehajm Moszkva. És persze nem felejtjük el Anatolit, aki gondolom még mindig kórházban van. Mondjunk egy Lehajmot egész csoportunknak. Én ugyancsak a dél-amerikai csoportok, akiket nemrég látogattam meg Mongyarev, valóban milyen közeli csoportjaink, mennyire érződnek a szívünkben, nem is tudom, hogyan mondjam őket, ez csak mint hogyha otthon lennék, ezek az emberek, akik mint hogyha velem egy otthonban lennének, mint hogyha a szívem ez egy otthon, ami az ő házukban lennék. A drága bogotai csoport, chilei csoport, és így tovább. A szentpétervári moszkvai csoport, együtt vagyunk velük, mindannyian együtt vagyunk közösen, és kifejezetten ebben a kölcsönös kapcsolatban a világ minden részén elkezdjük felfedezni a valódi hálózatot, amely az egész emberiséget képes egyesíteni, és aminek meg kell jelennie, és egyetlen lélekké kell válnia. Mi ezt ébresztjük most fel, most felújítjuk ezt a lelket. Mi vagyunk azok, akik ezt a lelket felállítjuk, és tartsuk meg egymás között szorosan ezt, és értsük meg, hogy egy különleges érdemünk van, hogy ezeket az első kezdeti lépéseket megtegyük, hogy ezt a hatalmas korrekciót elvégezzük. Ez a világban még nem érződik annyira, az emberiség majd lassanként átlép, mint egy teknős egyik állapotból a másikra, évről évre lassanként, de mi nem értjük, hogy igazából mi is történik az összes világokban, a belső állapotokban, a belső rendszerben, hogy mit végzünk ott a mi földi cselekedeteinkkel. Tehát nyilvánvalóan többet kell gondolnunk erre, hogy mekkora mértékben a mi küldetésünk az ilyen hatalmas, hogy mennyire ez nem mérhető ebben a világban, ezek között, az állapotok között, amin az emberiség keresztül megy, hanem a mi számításaink azok sokkal hatalmasabbak, sokkal belsőbbek. Mint egy kisbaba, aki egy picit elmosolyog, egy picit megmozdul, és ugye szülők, az egész világ, hogy forognak körülötte, és megtesznek mindent, hogy csak növekedhessen. Ilyenek vagyunk mi is. Mi lényegében az egész emberiség központjában vagyunk, és akkor bennünk az egész emberiség rajtunk múlik. Tehát tiszteljük egymást, és kapcsolódjunk egy jó, pozitív kapcsolattal egymáshoz, hogy egy jó infrastruktúrát építsünk egymás között, és mindezt azért, hogy felépítsük az általános lelket. Lehajm nektek, Lehajm bnebaruk. Tehát kapcsolódjunk egy pozitív, szerető kapcsolattal egymáshoz, mivel mi vagyunk az a hálózat, a központ, amely az egész emberiséget képes felébreszteni, hogy ezt az általános lelket, a Adam Harishont újraélesszük, és létezhessen. Éneklünk. No.
לכם חברים. לחיים. אנחנו רצינו לשאול שאלה כזאת. רב, szeretnénk kérdezni egy kérdést, mondja Roy. Azt tanítod nekünk, és arra iránytesz minket állandóan, hogy kövessük Balasula módszerét, és Rabas módszerét, megtanítva nekünk a kapcsolatot a csoporton belül, és számunkra te egy élő példája vagy ennek minden egyes pillanatban. És mi szeretnénk tudni azt, mindezzel a kaszkádszerű leereszkedéssel, hogy mi magunk hogyan születhetünk meg, hogy valóban Bnei Baruchá váljunk Rabas fiaivá a spirituális világban együtt Balasulammal, Rabassal, veled és az összes többi korábbi kabalistával. Hogyan válhatunk a te példádon keresztül mi is kabalistákkal gyakorlatilag? Rav? אין לי מה להוסיף למה שאנחנו לומדים. Nincs mit hozzátennem, mondja Rav, ahhoz, amit már eddig is megtanultunk. Ehelyett egyszerűen, hogy állandóan újra és újra nézzük meg, hogy mit is kaptunk, hogy mit kaptunk tanárainktól, mit kaptunk tőlük, hogy kövessük őket, és hogy megtartsuk magunkat abban az állapotban, hogy állandóan megtartjuk azt, amit megkaptunk tőlük. Mi meglátjuk majd, hogy ez az út, ez mennyire a helyes út, mivel amennyiben ezt helyesen megtartjuk, és korrekt módon, precíz módon a Teremtő, aki az összes akadályt elénk helyezi, ő maga távolítja majd el az akadályokat, és mindezt szándékosan teszi, hogy megtanítsa nekünk, hogy még magasabbra ugorjunk, még magasabbra, és abban a pillanatban, amikor képesek vagyunk, meglátjuk, hogy nincs akadály, akkor ez egy új szinté válik, amelyre felemelkedtünk. Ez az, ahogy fel kell emelkednünk, és ez, ami megtörténik.
Ez pontosan az, ami megtörténik a világban, és most mi hatalmas terjesztési cselekedetek előtt állunk, hatalmas lehetőségek előtt állunk. Mi megváltoztatjuk a cselekedeteinknek a minőségét, ahogy a széles publikum fele megyünk, így kitörésben vagyunk, a széles publikum fele kitörünk, uperacta, hogy kitörünk, és ennél fogva új akadályokat látunk, majd új lehetőségeket látunk, de ezek az akadályok, ezek az a magasság, amely felemel minket a következő szintre, amikor majd ezeket a falakat látjuk, amelyek felé ugorhatunk. Ezért van az, hogy ezeket az akadályokat úgy kell látnunk, mint kihívásokat, mint egy újabb lehetőséget, mint valami olyasmi, amely már várt, amit várunk, és boldogok vagyunk, hogy megjelenik, hogy fölé emelkedhetünk közösen, hogy egy háborúba kell mennünk, és Isten ments, hogy ne féljünk és ne meneküljünk el a nehézségektől, az akadályoktól, a nehéz problémáktól, hogy a világ ellenünk van, hanem egy kitartó, konok módon, nem kitörve, hanem inkább állandó kitartással és türelemmel, és hogy állandóan megtartsuk azt, hogy nincsen más rajta kívül, egy olyan módon, hogy mi megtaláljuk minden egyes részletben, hogy a Teremtő áll előttünk, a Teremtő az, aki cselekszik, hogy ő az, aki elénk helyezi ezeket a különböző fajta ugató kutyákat. Ő a Teremtő az, aki ott áll, ő az, aki ott áll, és ő az, aki ezt cselekszi ezeken keresztül, mivel pontosan ezeken keresztül képesek vagyunk megvizsgálni egyre inkább, egyre mélyebben a mi belső akadályainkat, és azokon keresztül növekszünk. Én nagyon reménykedem, hogy megtanuljuk majd magyarabb, hogy egy kitartó konok módon hogyan haladhatunk harcról harcra, és ezáltal, hogy ne féljünk semmitől, hanem, hogy lássuk mindenben a Teremtő cselekedetét, a Teremtő kihívását, minden egyes működésben, minden egyes dologban, minden egyes pillanatban, hogy mi egy spirituális térben működünk, egy téri spirituális erők működnek rajtunk, és nem egyszerűen arcok, vagy testek, pártok, vagy ilyen-olyan emberek ebben a világban, hanem ehelyett spirituális erőkkel állunk szemben, és azokon keresztül működünk és haladunk elő, és ezeket az erőket kell átváltoztatnunk negatívról pozitívvá, rosszról a jóra, és a felgyorsítás útjára menjünk a maga idejében, tehát hogy a maga idejében útjáról átmenjünk a Bejtó útjáról, az Akisen a felgyorsítás útjára, és ez, amit a Kabbala megtanít nekünk, ezért létezünk, ezért létezik az egész rendszer, hogy elhozzon minket a célhoz a lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb módon. Hogy belemerüljünk a reggeli leckén a tanulásba, hogy az utat lássuk, és este pedig, hogy mindezt megvalósítsuk a gyakorlatban. Ezt kell tennünk. Reggel tanulunk, este terjesztünk. Reggel tanulunk, este terjesztünk. Belélegzünk, kilélegzünk. A lélek megadásunk, az, hogy megadjuk magunkat az útra, az mit jelent? Mint függ ez? Tehát, hogy mi valóban mindenben, és nem csak egy pár nagyszerű ember, hanem az egész közösség hogyan adja meg magát, hogyan tudja a lelkét feladozni. Rav, a lélek odaadás az a kapcsolatra vonatkozik, az egységünkre vonatkozik, hogy mi egyesüljünk egymás között egy olyan módon, hogy senki ne legyen képes felrázni, vagy szétszakítani ezt a kapcsolatot, vagy megváltoztatni ezt a kapcsolatot. Ez az lélek odaadásnak a lényeg, az egymás felé való kapcsolatunk, hogy kifejezetten a zavarokon keresztül megerősítsük ezeket a kapcsolatokat, még erősebbé, még szorosabbra fűzzük egymáshoz a kapcsolatunkat, és akkor majd meglátjuk ezekben a zavaró tényezekben, hogy ez egy meghívás, hogy még jobban kapcsolódjunk, mivel újra és újra eljutunk egy olyan állapotba, ahol majd egy alkalmas, adaptált kapcsolatot építhetünk az első spirituális szint fele. Én valóban ezt várom bármely pillanatban, mondja Rav.
És még Benzi kérdez. Ralf, mi dolgozunk a tízesen keresztül, megízleltük Szentpéterváron, Izraelben, hogy egymással a kapcsolatunk, hogy valóban nincs más állapot, csak az, hogy az egymással való kapcsolatunk, sem más. Ralf azt mondja, én nem tudom, hogy mi ez, ami rajtatok múlik, én csak azt akarom, hogy integrálódjatok a képességgel, az én képességemmel integrálódjatok, hogy együttesen megoldjuk a problémákat, hogy megtanuljátok, hogy hogyan dolgozzatok, hogy hogyan kell dolgozni. És én nem tudom, amikor azt mondom, hogy nem tudom, akkor az azt jelenti, hogy a megoldás az a közös részvételben van, hogy kölcsönösen, nem pedig, hogy én egyedül javaslok valamit, mivel most már minden a közösségen keresztül történik. Én magam, ez valami más, mondja Rav, de ami a szociális rendszerrel kapcsolatos, mint válaszolom, mondja, mit tehet? Kiabálhat, sírhat, sikoltozhat a kicsin csoportjában, de amit végrehajtanak, az végrehajtanak, az rajtuk múlik. Ez mindig így van. Ez a gyereknek a fájdalma. Én nem tudom, hogy mit kezdjük a tízesekkel, majd meglátjuk, és akkor majd jobban tapasztalatot kapunk, és látjuk majd, de próbálkozunk el újra és újra. És én azt hiszem, hogy ez majd azáltal jön, hogy mi gondoskodunk a széles publikumról, akkor majd tudjuk, hogy mit kell tennünk, ahogy gondoskodunk többiekről. Egyrészről, hogyha mi most tanulunk, a tízesekben, akkor az nem jó azok számára, akik a tévécsatornán nézik. Ez jó számunkra, de esetleg nem jó a virtuális csoportok számára. Lehet, hogy nekünk se annyira jó, mivel az emberek elkezdenek a tízesekben összekapcsolódni, és hallottuk Amnontól például, hogy mi a benyomás a tízesből. De hogy hogyan tud a többi tízesre gondolni? Annyira belemerült a tízesébe, hogy azon kívül már semmit nem lát. Az egész világot nem látja. A tízesen belül, a tízesnek a közepén a teremtő megjelenik. Nekem ezekre a barátokra van szükségem, és senki másra. Minden más, ez nem érdekel. Az egész világ elpusztulhat, ez nem érdekel. Csak egymás között megtaláltuk a teremtőt. Tehát az összes külső feltétek úgy kell elrendeznünk, hogy létezzünk a tízesen belül. Oké, egy étkezés, oké, világ, nagyon szép, de nem érdekes, mert csak a tízesen belül létezem. Tehát ez se jó. Tudjátok, ez a tízesek valóban ennyire megerősödtek belülről, annyira erősek, annyira egyesültek, hogy ez nehogy kárt okozzon az általános csoportnak, az általános terjesztésnek. Én nem tudom. Én valóban még egyről nem látom, ezt nem tudom. Én szeretném ezt látni a cselekedeten, a gyakorlaton keresztül veletek együtt, hogy mi a helyes, mi a nem. Ennél fogva haladunk tovább, lassanként lépéseket téve, abban a pillanatban, amikor lehetséges, egy kicsit többet teszünk, majd még egy lépést teszünk, még egy lépést. Szándékosan tettem azt, hogy ezt mondom nektek, hogy megtanuljátok, hogyan kell együtt tovább menni, nem csak az én szavam alapján, hanem közösen. Ameddig nem materializódott valami a világban, hogy a személy ezt megvizsgálhassa, vagy kritizálhassa, megvizsgálhassa jobbról, balról. Tehát itt nagyon óvatosnak kell lennünk, amíg valami nincs előttünk, amit valóban megvizsgáltunk. Ennél fogva, hogyha túl gyorsan megyünk, akkor az káros lehet, hogyha túl nagyot ugrunk. Mondjátok meg nekem, mi a különbség a sietetés vagy a támadás között, hogy teljes egységgel, erővel támadunk. Az egyik nagyon közel áll a másikhoz. Miért van az, hogy az egyik hibás, a második pedig tiszteletre méltó? Kérdezik, gondolom. Mi haladunk majd előre, mondja Rav, a tízesekben, majd hallottok tőlem még ezzel kapcsolatban különböző állapotokról, de vannak olyan állapotok, amikben én nem vagyok biztos, és remélem, hogy együtt csináljuk. Képes leszek megtanítani nektek, hogy ne legyetek kicsiny óvodás gyerektek, akik mindenfajta csak rohangálnak körbe-körbe. Csak a félséget kell adjuk, a többi a teremtőtől jön. A második félség kell az a teremtőtől jön. Lechaim. Tehát mivel Zohár fordítja az egészet, nem voltam mindig biztos benne, hogy most kérdés volt-e, vagy Rav beszélt, de a lényeget remélem értettük. Tehát a tízeseken keresztüli munka is lassanként megy, állandóan meg kell vizsgálnunk a tapasztalatainkat, hogy nehogy félrelépjünk, mert hogyha túl mélyen megyünk a tízesbe, akkor megszűnhet számunkra a külvilág, és ez megint csak nem jó, hiszen mi most már nem vagyunk kabalisták, akik csak egy barlangban élünk, hanem állandóan az egész világot kell szolgáljuk. Thank you.
Amúgy 18. Elmondják, hogy melyik oldalon olvasunk. Ahta otano, ve'ratzita banu, ve'omertano mikol ha'shonot.
קידשתנו במצוותיך, במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודותיך. ושמך הגדול, גדול והגדול, עלינו קראת. ושמך חברים יקרים, אנחנו רוצים להמשיך את הרוח שיש לנו. Drága barátok, mondja bejelentő. Folytatjuk ezt a szellemiséget, amit most éreztünk, hogy folytassuk Balaszulám útját, Balaszulám módszerét, és szeretnénk bejelenteni, hogy kedden az összes központok Izraelben egy különleges utasítások lesznek, hogy hogyan terjesszünk, hogy hogyan legyünk érzékenyek, a hallgatóság fele Petah Tikvában instrukciók lesznek, ennél fogva kedd este nagyon fontos, hogy mindenki jöjjön, és instrukciók lesznek, terjesztési terv, szukott alatt, tehát meg kell tanuljuk, hogy reggel erősen tanulunk, és keményen terjesztünk esténként, tehát még egyszer kedden este találkozunk a ország minden részén, professzionális és szociális tréning, és Lechaim Bnei Baruch. Holnap reggel, mondja a bejelentő, נוסעים ליורצייט גברים ובנים מגיל 12 ומעלה להביא ביגוד חם. Ja, bocsátát, holnap Balaszulám Sírjához mennek, igen, tehát 12 éves kortól fiúk, vigyetek meleg ruhát, mert hideg lesz, mindenki hozzon kipát vagy sapkát, 20 sékelt is hozzatok azoknak, akik vezetnek, tehát 20 sékel a benzinpénzt, ez a benzin hozzájárulás, oké, tehát 15 férfire van szükség, 15 hősre, bátor szívű hősre, erőteljes barátok, emeljétek a kezeteket, van 15, oké, erőteljes hősök 15, oké, hello, van 15? Tehát 15 férfi, akinek mennie kell, Izrael Igomanovval menjetek, a második emeleten valamit csinálni kell, oké. Még 20 hölgy, hős, Amazon hők, akiknek a terjesztési területre kell menni, még 20 nőre van szükség, és most mindenki, akinek megvan a feladata, menjetek, konyhai emberek, és így tovább, tehát a helyi felelősöknek kell menniük a dolgokat csinálni, tehát kérdésre lesz valami, még ez nem nyilvánvaló, hogy ez lesz közvetítve. Ugye nem sokára szukott kezdődik, egy pillanat, majd mindjárt mondom, hogy mikor.
Tehát holnap 2:45-kor reggeli lecke, és segítségre van szükség nők részéről, férfiak részéről. Izrael Gomanovhoz menjetek 15-en, és Lechaim Bnei Baruch.